Sziasztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek. Ma két epizódot fogunk fölvenni. Az első epizódban végigbeszéljük azokat, hogy milyen víztisztító rendszerek vannak, szűrő rendszerek. Ez egy ozmózis készülék, ami vizet tisztít. Arról is fogok beszélni, hogy miért döntöttünk úgy, hogy beszerzünk egyet, illetve a videóban be fogjuk szerelni ezt a készüléket, illetve ma fölveszünk egy második epizódot is, ami közvetlen ezután a videó után lesz kiadva, amiben pedig ezt a SodaStream Easy One Touch nevű készüléket fogom nektek bemutatni. Úgyhogy, ha érdekel a téma, vágjunk bele! Először is, miközben kibontom ezt a készüléket, beszéljünk arról, hogy milyen egyéb készülékek vannak, és utána pedig megnézzük, hogy ebben a dobozban mi volt benne. Ugye víztisztító készülékek több fajta van. Vannak például a Brita névre hallgató márka, akik ilyen víztisztító kancsókat is árulnak, illetve vannak komplett konyhai készülékük is. Brita készülékek viszont csak vízkövet, tehát kalciumot szűrnek ki a vízből. Egy ilyen ozmózis készülék ellenben gyógyszermaradványokat, ugye mindenféle fogamzásgátló, meg antibiotikum van a zívó vízünkben, nem csak itt Németországban, hanem Magyarországon is, és ezek az ozmózis készülékek ezeket a gyógyszermaradványokat is ki tudják szűrni, természetesen a vízkőt okozó kalciumok mellett. Sokan tévesen beszélnek például arról, hogy ezek a készülékek desztillált vizet állítanak elő. A kémiai értelembe vett desztillált víz az teljesen más, tehát ez egy teljesen ionizálatlan víz, abszolút csak H2O-ból áll, és akár már kisebb mennyiségben is, de nagyobb mennyiségben mindenképpen akár halálos is lehet a fogyasztása, mert a szervezetből elvonja a szükséges ionokat, sókat, és ezáltal egy ilyen vérkép változást okoz, amiben bele is lehet halni. Igazából először a vesétek fog leállni, és akkor utána abba haltok bele. Az árakról is, hogyha beszélünk, akkor a Brita készülékei, amelyek ilyen asztal alatti készülékek, azok gyakorlatilag ilyen 800 és 1000 euró táján vannak, míg ez a készülék, ugye még egyszer, ez az Osmose Tech-nek a készüléke, ez 300 euró. Később beszélek arról is, hogy milyen egyéb készülékei vannak az Osmose Tech-nek. Vagy hát nem, gyakorlatilag beszéljünk most arról, hogy milyen egyéb készülékei vannak az Osmose Tech-nek. A készülékek árai valahol 60-70 eurótól egészen 400 euróig terjednek, hogyha egy komolyabbat veszünk. Vannak asztalra kihelyezhető képek is, és van ilyen az asztal alá beépíthető, tehát a konyhapultba beépíthető készüléke is. Ugye az ár különbséget alapvetően a szűrési kapacitás teszi ki, tehát a 70 eurós készülék az nagyjából olyan fél liter vizet tud megszűrni. Egy perc alatt ez a készülék 300 euróért 1 litert tud megszűrni egy perc alatt, és a 400 eurós készülék pedig másfél liter vizet tud egy perc alatt megszűrni. Még egy döntést kellett hozni a készülék vásárlásakor, mégpedig azt, hogy egy elektromos pumpával rendelkező készüléket válasszunk,
vagy egy puffer tartállyal rendelkező készüléket válaszunk. A puffer tartállyal rendelkező készüléket azért nem választottuk, mert azt a készüléket relatív gyakran át kell teljesen öblíteni, míg ezt nem kell átöblíteni, hisz nem áll meg benne a víz. Ugye miről van szó? A légionális betegségről van szó, tehát hogyha hosszabb ideig az ivóvíz, amit iszunk, megáll egy helyen, például itt a készüléket, hogyha hosszabb ideig nem használnánk, vagy például egy puffer tartályban, amit a 200 eurós készülékhez lehet választani, ugye abban nincsen villanymotor, azt viszont át kell öblíteni, egyrészt rengeteg ideig tart, hisz relatív lassú a rendszer, és mit tudom én, két hetente el kell fogyasztanod, nem tudom, 5-6 liter vizet, csak azért, hogy átöblist. Itt ennél a készüléknél erről nincsen szó. Még mielőtt megkérdezitek, a videó nincsen szponzorálva, mi ezt a készüléket pénzért megvettük, és ugyanúgy az Easy One Touch-t, tehát nincsen semmilyen szponzoráció ebben a videóban. Na tehát akkor nézzük meg, hogy mi is van a csomagolásunkba. Először is kapunk három ilyen filter doboz leszedő szerszámot. Van egy csomagunk, amiben a lefolyóba tudjuk bekötni a készüléket, ugye az öblítés, azért néha nem árt ezt is öblíteni, de mégsem kell olyan gyakran, mint a puffer tartályost. Az ez a csomag az, ahol a friss vizet tudjuk csatlakoztatni a készülékhez. Van egy igazán olcsó és egyszerű egyutas csapunk, ahol majd ugye a szűrt vizet kinyerjük a készülékből. Van két külön átmérőjű csövünk, szerintem a vastagabb lesz a lefolyó, a vékonyabb pedig a friss víz, illetve a kész szűrt víz. Valamint vannak a szűrőink sorrendben. Az első, az egy ilyen, hát inkább ilyen polifom szivacsos dolog, ez egy sediment filter, akármit is jelent. Aztán van egy aktív szenes szűrőnk, lehet vele zenét csinálni, és van egy aktív szenes blokk szűrőnk, ez már nem szól, ha rázzuk, és van egy membránunk ide föntre. A szűrők meg vannak számozva, tehát 3-as, 2-es, illetve 1-es, és itt a szűrő dobozon is rajta vannak a számok, véletlenül se tudjuk elrontani. Valamint, mint látható, tehát az 1-es szűrő, annak a doboza átlátszó, és van a használati útmutatóban, illetve a honlapon is van egy ilyen színskála, ha gyakorlatilag ilyen sárgára színeződik, akkor kell a szűrőket cserélni, tehát ezt a 3-at. Hivatalosan fél év, de legkésőbb 1 év múlva. Ugye a legkésőbb 1 évet biztos be fogjuk tartani, mert akkor már különböző mocskos kis pacik is elkezdhetnek benne nőni. A membránt, ami itt fölül van benne, ezt körülbelül 1 év, de legkésőbb 2 évente cserélni kell. Akkor ha már így van a snit, mielőtt elkezdjük összeszerelni a készüléket, gyorsan fölveszünk a SodaStream kicsomagolós videóját, aztán neki is ugrunk a készülék beszerelésének lépésről lépésre. Jó, akkor álljunk neki összeszerelni itt az asztalon úgy, hogy látható legyen, hogy mit csinálok, és nem lenne a konyha bútorban 4 kézláb. Nézzük meg, hogy mit kell itten beszerelni. Egyrészt be fogjuk tenni a filtereket, valószínűleg ez lesz a
legegyszerűbb lépés, majd be kell kötni a gépet, föl is van iratolva ilyen kis számokkal, hogy 1-es bemenet, akkor 2-es lefolyó, 4-es pedig a magához a csaptelephez, ugye ezt, az új csaptelepet pedig ide kell kötni, és érdekes mód 3-as nincs is. Elsőként hidratálunk, még jó, hogy van Soda Streamünk, és megnézzük a hasznomutatót, ugyan relatíve egyszerű, és mint mondtam, minden nagyon jól föl van iratozva, de mégis érdemes mindig megnézni, hogy mit ír a használati útmutató. Például az, hogy mindenről szedjük le a fólia csomagolást. Eléggé egyértelmű. Először berakjuk a nagy kék membránt ebbe a tartóba. Az első kérdés az, hogy hogy kell leszedni a membrán tartónak a dekliét. Ahhoz, hogy le tudsz szedni a deklit, ki kell húzni ezt a csövet innen. Ezt úgy tudod megtenni, hogy kihúzod ezt a kék pöcköt, benyomod ezt a gombszerű dolgot a végén, és akkor meg tudod húzni a csövet. Vigyázzunk a tömítésre, ugye tömítőgyűrű, nehogy összenyomjuk, megsérüljön, és az összeszerelésnél viszont mégis a helyére kell, hogy kerüljön. A membránt a nagy fekete végével hátul, a kis fekete végével előre kell bedugni. Utána rájön a dekli. Még egyszer ellenőrizzük, hogy a tömítőgyűrű a helyén van. És újra csatlakoztatjuk ezt a csövet. Bedugjuk, és utána behelyezzük a kis kék félhold alakú cuccot a perem, a gomb alá. És most nézzük a hármas számú szűrőt. Megint csak levesszük a celofánt, filtert bármilyen irányba bele lehet tenni a filterházba, és szűrőházba, és csak meg kell húzni a menetet. És ehhez használhatjuk a hozzávaló szűrőház meghúzó fogót. Érzéssel nem tépjük meg a menetet, de azért legyen rendesen meghúzva, meg később csöpöghet. Második szűrő. A 2-es számú szűrő rá is van írva. Erről is eltávolítjuk a csomagolást. Ennél a szűrőnél nem mindegy, hogy hogy tesszük be. A gumis teteje, tehát nem a ricnis az alja, a gumis a teteje. Betesszük a szűrőt, és meghúzzuk a menetet, és megint használjuk a szűrő meghúzó szerszámunkat. 1-es számú szűrő, igazából ezzel is kezdhetünk volna, ez a narancssárga matrica van rajta, és az 1-es szám mind a kettőn. Megint csak eltávolítjuk a celofánt, beletesszük a szűrőt a szűrőházba, és betekerjük a helyére. Megint csak használjuk a szűrő meghúzó szerszámot. Most jöhetnek a csövek, amiket el kell helyezni az eszközön. Két különböző átmérőjű csövet kapunk. A vastagabb átmérőjű cső az, ahol a friss vizet kapja a készülék, és a vékonyabbik átmérőjű cső az, amivel csatlakoztatjuk a készüléket a lefolyóhoz, valamint a csaphoz. Ahhoz, hogy a víz csövet csatlakoztassuk, ugye először ki kell húzni ezt a kék kis bigyót, és fogjuk a csövet, és egyszerűen kicsit megtakarítjuk, és bedugjuk a fittingbe, amilyen mélyre csak megy, nem megerőltetve, és visszahelyezzük a kis kék bigyót ide a galéria alá.
a fittingnek. Tehát innen fog jönni a friss víz. A lefolyóhoz, illetve a csaptelephez vezető csövek pedig ide és ide lesznek csatlakoztatva. Egy csövet kaptunk, tehát ezt el kell vágni. Mivel el kell vágni a csövet, ezért egyrészt azt javaslom, hogy próbáljuk meg minél rövidebbre vágni majd bent a csaptelep alatt. Most csatlakoztatom őket, csak azért, hogy lássátok, hogy hogy megy. Szintén nagyon egyszerű. Ez egy kicsit közelebb hozlak benneteket. Tehát azért, hogy lássátok, hogy hogy működik ez a fitting, ez a csatlakozó, ki kell szedni a kis kék bizbaszt. Megnézed, hogy a csővége tiszta. Bedugod a csövet, amennyire csak lehet, anélkül, hogy nagyon túlerőltetnéd, bocsánat, csak közben nekem is látnom kell. És utána visszahelyezed a kis kék bizbaszt ide a galéria alá. Várja. Így. Tehát ide a galéria alá vissza kell helyezni a kis kék bizbaszt. Na, váltottunk a GoPro-ra, mert most már ugye nagyobb látószög is kell, meg a GoPro-n van lámpa is, hogy lássatok majd az asztal alatt. Először itt az asztalon megmutatom, hogy mi hogy lesz összeszerelve odalent, hogy itt jobban látsátok. A kamerát ismételten gyönyörű feleségem kezeli, remélem emlékeztek rá. A következő az, hogy leemeljük a gépet a hungarocerről. Most engem. És majd itt közel jön és mutatni fogja a kezemet, hogy miközben beszélek hozzátok, hogy mit csinálunk és mi kell az összeszereléshez. Akkor először nézzük meg azt, hogy milyen szerszámra is lesz szükségetek. Egyrészt szükség lesz egy 12-es fúróra, amivel a vízcsapot, az új ugye, szűrt vízcsapot fogjuk felszerelni a bútorra. Úgy tervezem, hogy ez lesz a legnagyobb része a produkciónak. Másrészt kell egy 6-os fúró, amivel majd a lefolyó csőbe fúrunk egy lukat, hogy a készüléknek a lefolyóját tudjuk csatlakoztatni. Itt az asztalon meg fogom nektek mutatni, hogy ezt hogy is kell összeszerelni. Valamint kell teflon szalag. A vízszerelőboltban tudtok ilyet vásárolni. Ezek azok, amik nem jönnek az eszközzel. Azért, hogy ezeket a menetes kapcsolatokat be tudjátok teflonozni, mindjárt megmutatom, hogy kell. Mint mondtam, a vízcsap felszerelése lesz a legnehezebb, mert ugye el kell találnunk egy lukat az asztalba, hogy ezek a fittingek alulról működjenek, minden patent legyen. Viszont a vízcső csatlakoztatása ennél a legegyszerűbb. Van egy ilyen kétoldalú gyors csatlakozónk, amiben a csapnak a végét simán csak beledugjuk, illetve a vízcsövet a másik végébe megint csak, nem baj, beledugjuk, így kicsit meghúzzuk ezt a gallért, és a gallérba ezeket a kék fittingeket csak simán bele kell. Na, gyere, a nehéz őket fölvenni, tehát a fittingeket csak, és repülés, tehát a fittingeket ide beledugjuk, és kész a csatlakozás. Ugye az előbb már beszéltünk arról, itt közelről megtudhatni, hogy hogy oldjátok ezeket a fittingeket, a kis kék cuccot kiszeditek. Ezáltal benyomható ez a gomb itt a végén, és amíg a gomb be van húzva, a csőt ki lehet húzni. Másik oldalán szintén, ugye, ha megnézed, ezt itt be tudod dugni, és ki lehet húzni a csapot belőle. Jó, a következő egyszerű dolog az maga a lefolyónak a csatlakoztatása lesz. Ugye ez esetleg most, igen. Ugye a lefolyó, ami jön a
mosogatótól függőlegesen le. Annak az oldalára fúrunk egy lukat, egy 6 mm-es lukat, ezt meg tudom itt nektek mutatni. Így van, itt a kép. Tehát a lefolyó oldalára fúrunk egy 6 mm-es lukat. A köré, a luk köré fölragasztjuk ezt a polif, vagy ilyen szivatszerű tömítést, tehát a luk a közepén lesz. Majd az anyákkal ezt a fittinget köré húzzuk, úgy, hogy a luk pont a lukon legyen. Igen. Ehhez a cső csatlakoztatása szintén borzasztóan egyszerű. Ezt a fekete, nagyon jó, ezt a fekete csapot áthúzzuk a csövön, bedújjuk a csövöt, a csövet a lukba, úgyhogy a vége ugye benne legyen a lefolyóba, és ezt az anyát simán ráhúzzuk. Nem megy majd rá teljesen, nem is kell nagyon meghúzni, tökéletesen ül. Jó lesz? Mi a baj? Már megint anyákat akarsz meghúzni. Jó. Lazanyja. Ezt benne hagyjuk rendben. Ha igen, a jóiparos meghúzza a laza anyát. Igen. Meg a jóiparos italos. Ennél sokkal bonyolultabbnak tűnik, de mégsem az, hogy hogy kössük be a vizet, ugye a szüretlen vizet a szűrőnkbe. Ehhez van egy ilyen jópofa kis menetes cuccunk. Ugye a falban van egy sarokcsapunk, a sarokcsapba bele van tekerve a, pontosabban így, bele van tekerve a cső, ami a mostani csaptelephez megy. A csövet letekerjük, ezt betekerjük a helyére, ugye ebbe itt van a tömítés, majd ezt be kell teflonozni, teflonszalaggal, betekerjük teflonszalaggal, és visszacsatlakoztatjuk hozzá a csövet, ami megy a eddigi csaptelephez, ami ugye mosogatáshoz és egyebekhez van használva. Majd ebbe belejön ez a csap, ami jön a készülékkel. Ami nem jön a készülékkel, az megint csak a teflonszalag. Ezt a menetet be kell teflonszalagozni, majd látni fogjátok. És ez, hogy is van feje lefele, bele lesz tekerve ide. Ez nem más, mint egy csap, ami ilyen állapotba zárva, ilyen állapotba nyitva van. Minden csap így működik, ha a fogantyú, hogyha jól lett összeszerelve, a fogantyú párhuzamos a csővel, ugye itt fog kijönni a cső, akkor nyitva van, ha a fogantyú merőleges a csőre, akkor zárva van. Innentől már csak a csövet kell csatlakoztatni, ahhoz ezt a sapkát le kell tekerni. A sapkát, ugye a vastagabbik csőről beszélünk, fölhúzzuk a vastagabbik csőre, a vastagabbik csövet beledugjuk, pontosabban a vastagabbik csőbe beledugjuk a fémet úgy, hogy ilyen szépen kipuposodjon, nagyon fontos, hogy kipuposodjon, és utána visszarakjuk az anyát, most nem húzom meg, de meghúzzuk, akkor ez teljesen biztonságosan fog ülni, és ezzel kész is van a készülék installálása, bedugjuk a 220-ba is működni fog. Na, most, hogy mindent végigbeszéltünk, menjünk be a bútorba. Mindenkinek elég kemény dolga lesz, mert Erna nem látja, hogy mit vesz föl, én a kamerától nem látom, hogy mit csinálok, ti meg semmiből nem fogtok látni semmit, de azért megpróbáljuk. Ha valakit esetleg zavarna a ventilátor zúgása, attól elnézést kérek, de olyan rohadt meleg van itt a stúdiólámpák miatt, hogy megdöglünk, folyik rólam a víz. Kérlek, nézzétek el, hogyha egy kicsit zúg, de talán annyira nem zavaró. Na, az első lépés az, hogy felszereljük a vízcsapot. Ez ugye először is meg kell találni azt a helyet, ahol szeretnénk, hogy a vízcsap legyen. Mi úgy döntöttünk, hogy itt az elektromos redőnyhúzó és a fal között lesz, félúton, hogy az ablak is teljesen kinyitható legyen, illetve ezek a gombok is elérhetőek legyenek. Tehát ide fogunk fúrni egy 12 mm-es
lyukat, olyannak, aki olyan, mint én, olyan szerencsétlen, hogy csak 10-es tokmánya van, annak sajnos olyan fúrószárat kell vásárolnia, ami 10-esre van csökkentve a fúrószár átmérője. Fontos, hogy a lyukat elsőre próbáljuk meg jól eltalálni, illetve amennyire csak lehet, legyen a lyuk függőleges. Mindjárt fölporszívozzuk a forgácsot. Nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a bútor alatt. És itt van az újonsült lyukunk, amit most fúrtunk. Tehát a csap 4 ilyen koronggal jön. Ugye van egy a menettel, ami alul lesz. Azon lesz az a kemény műanyag a tetején, mint távtartó. Van egy gumi lap, ami pedig a perem, ez a rozsdamentes perem alatt lesz az asztal tetején. Jó reggelt, mint ahogy azt a fényviszonyokból látjátok, eltelt egy éjszaka, miután tegnap este 8-kor megrekedt a produkció azon a ponton, hogy a készülékkel szállított csaptelepnek a menetes része nem elég hosszú ahhoz, hogy ehhez a vastag munkalaphoz felszereljük. Ugye a gyártó valójában úgy gondolta, hogy erre a fém mosogató tálcára szereljük, de akkor csak ide tudnánk szerelni, akkor viszont nem tudjuk kinyitni az ablakot. Úgyhogy, és mi mindenképpen az asztalra szeretnénk szerelni, ezért ki fogunk faragni 2 cm-t, amit meg is jelöltem ezzel a Bosch multitool-lal. És miután ezt kifaragtuk, akkor föl fogjuk tudni szerelni a vízcsapot a helyére, mint ahogy azt tegnap már mondtam, ez valóban a legbonyolultabb része az egész szerelésnek, úgyhogy álljunk is bele. Na, szóval így néz ki a lyuk, amit kimartunk a géppel, és látszik, hogy elérhető a menet vége, és ki is van próbálva, tehát a menetes része a csaptelepnek rá is megy, működik. Na és akkor így néz ki, a csavar ben van a helyén, és ide már csak csatlakoztatni kell a víz slagot, ahogy azt az asztalnál tegnap megmutattam. Na tehát a következő lépés az pedig a víz táp beszerelése, utána pedig rászereljük erre a csőre az lefolyót. Első lépésként elzárjuk ezt a csapot, ugye ez egy kétirányú csap. Hát ez a csap ad vizet a mosogatógépnek, ez a csap pedig engedi a vizet erre fölfele. Először ezt megpróbáljuk elzárni. Jó erősen. Ugye, mert itt nekünk jönni fog a víz, ha nem tesszük. És nagyon finoman egy csőfogóval vagy pumpafogóval elkezdjük lazítani óvatosan, lépésről lépésre a csapot. Amikor leszedjük ezeket a csatlakozókat, figyeljünk, hogy a gumitömítés benne nehogy kiessen, mert később kelleni fog. Ez a következő, amit föl kell szerelnünk. A rajta lévő csapot még nem tekertük bele, mert hogyha benne rajta lenne a csap, akkor nem tudnánk körbeforgatni. És ugye a gumitömítés már benne van. Meghúzzuk ugye a fogóval, és arra figyelünk, hogy olyan irányban álljon, miután meghúztuk, hogy a csapot még be tudjuk tekerni, tehát ne a fal fele legyen ez a lyuk. És akkor most föl tudjuk szerelni a régi csaptelepnek a csövét a tetejére. Tehát a következő az a csapnak a szerelése, de mivel ugye ide nem tudunk gumitömítést tenni a végére, hisz itt nem üt föl semmire, ezért a használatmutató is írja, hogy teflon szalagot kell föltekerni rá. Na most a teflon szalag föltekerésének a trükkje az, hogy olyan irányba kell föltekerni a szalagot, hogy az a csaptelep betekerésekor ne tekeredjen le.
Tehát ez a menet, mint általában minden európai meret, kivéve az oroszoknál, az óra mutató járásával megegyező irányba tekeredik befele. Ezért a teflont annak ellenkező irányába kell, hogy föltekerjük, tehát az óra mutató irányával ellentétesen. Körülbelül 4-5 tekerési teflon szalagot illik fölhordani, és így, hogyha mikor betekerjük, nem fog a teflon szalag lejönni, most ezt betekerjük a menetbe. Tehát a csapot betekerjük ide, hogy tegnap azt mutattam az asztalnál. Erősen meghúzunk mindent, de annyira nem, hogy bármit is eltörjünk. Így, né? És kipróbálhatjuk, hogy működnek-e a tömítéseink. Óvatosan elkezdjük kinyitni ezt a csapot. Ugye ez a csap le van zárva, tehát elvileg a víznek nem szabad csöpögnie sehol. Ha mégis, akkor újra kell csinálni. Láthattuk, nem volt elég teflon a meneten, ezért adunk még neki. Megint finoman megnyitjuk a vizet. És most nem csöpög. Most már csak a lefolyót kell beszerelnünk, csöveket összekötni, és készen is vagyunk. Ehhez fúrnunk kell egy lukat ide valahova, egy 6-os lukat. Felragasztjuk a tömítést. Felszereljük a fittinget ide. Na és akkor figyelünk arra, hogy a cső a lukon legyen. A következő lépés már csak az, hogy a három csövet, ugye friss víz, lefolyó és a szűrt víz csövet a csaphoz be kell kötni. Na most itt jön az a döntés, hogy milyen hosszúra hagyjuk a csöveket. Mivel én nálam a készülék bal oldalt lesz, és itt hozzá kell férjek ezen az oldalon a membránnak a szűrőjéhez, ezért olyan hosszúra kell hagynom a csöveket, hogy legalább idáig ki tudjam szedni a készüléket a helyéről. Tehát minden csövet most levágunk olyan hosszúra, hogy kényelmesen ki tudjam szedni a készüléket legalább ilyen messze a helyéről. Tehát semmiképpen seha nem vágom olyan rövidre, hogy csak ott bent férjen el. Jó? Amikor ezeket a csöveket elvágjuk, mindenféleképpen hagyjunk rá pár centit már csak azért, hogy rajta legyen. Hát tudjunk mozogni a géppel. Másrészt, amikor elvágjuk, ugyan snitzerrel kéne, de ez egy nagyon éles olló, úgy vágjuk, hogy körbe-körbe mozgatjuk az ollót, hogy egy szép vége legyen a vágásnak, semmiképpen se ferde, és még kevésbé sem akarjuk összenyomni, megroppantani a csövet a vágással. A csövet jó erősen rányomjuk a csatlakozásra, úgy, hogy az egészen kitüremkedjen. Így látszik, hogy a cső megvastagodott, majd fogjuk a menetes részét, és ráhúzzuk ide a menetre, és rátekerjük. A következő a lefolyó cső. Ugye, ahol most hiba lenne ilyen rövidre hagyni, hisz a készüléknek ez a vége majd ott benn lesz, úgyhogy rámérünk jó néhány centit. A fekete fittinget ráhúzzuk a csőre, bedugjuk a csövet a foglalatba, és meghúzzuk a fittinget. Az utolsó csövünk
az a cső, amin a szűrt víz fog kimenni az új csapba. Ennek is hagyunk kellően extra host. Lemérjük. Így. Átvágjuk a csövet, úgyhogy ne roppanjon meg a cső. Csatlakoztatjuk a fittinget, rátesszük a kis kék stoppolóját, majd bemászunk. Most már csak ezt a fehér fittinget rá kell dugni a csap alján lévő csőre, és ezt a kék bizbaszt ide bele kell dugni, és kész vagyunk. És most lassan megnyitjuk a csapot, ezt, hogy megtöltsük a gépet vízzel először is. Figyelünk, hogy valahol csöpöge, nézd, itt telik vízzel a készülék, bal oldalt, vagy jobb oldalt neked. A készüléket bedugtuk a 220-ba, és várjuk, hogy megjelenjen a vizenyő. Ugye azért kell bedugni a 220-ba, mert van benne egy elektromágnes szelep, ami nem nyit ki addig, ameddig nincs áram alatt. Ó, el volt zárva. És most 15 percen keresztül kell öblíteni a készüléket. Itt látszik, hogy mennyi nyomásunk van. Ugye az öblítést nyitott szeleppel tesszük 15 percen keresztül, majd 15 perc múlva elzárjuk a szelepet. Úgyhogy találkozunk 15 perc múlva. Na, tehát elkészültünk. Így néz ki a setup. Van víz, nincs víz, és a készülék ott ül bent a helyén. És ugye az ötlet mögötte az, hogy fogom a kis mi ez, szódasztrímes üveget, megtöltjük vízzel, ki is próbálhatjuk csak így. Fincsi. Majd beletesszük a SodaStream gépbe. És ihatunk szódavizet. Fini. Az alapvető ötlet az egész mögött az az, hogy mi nagyjából olyan heti 3 karton, tehát az azt jelenti, hogy 12 palack Volvic vizet ittunk eddig meg, és átszámolva a teljes beruházást, ugye 300 euró a ozmózis víztisztító, illetve a SodaStream, így a második évtől már megtérül, és hát ezek a gépek valószínűleg 10 évig futni fognak, beleszámolva azt ugye, hogy hányszor kell benne szűrőt cserélni, igazából 10 év alatt több ezer eurót, több mint 1000 eurót megspórolunk azzal, hogy ezeket használjuk, és nem szennyezzük a környezetet a PET palackokkal, amit ugye a Volvicnak, meg a csomagolással, meg a Volvic víz szállításával, egyebekkel, tehát az ökolábnyomunkat is csökkentjük ezzel. Ha tetszett a videó, akkor maradjatok velünk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!